Az elmúlt napokban többen többször is megkérdezték, hogy miért támogatom Karácsony Gergelyt, hogy ő legyen Magyarország miniszterelnöke. Én mindegyiknek azt válaszoltam, hogy azért, mert ő egy integratív személyiség, egy olyan ember, aki képes az ellenzéket összefogni, az ellenzéki együttműködést megteremteni, és ez önmagában zálog lehet arra, hogyha 22 tavaszán nyerni fogunk, akkor egy olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely működőképes lesz, amely meg tudja oldani azokat az alapvető problémákat, amelyeket meg kell oldani, hiszen már több mint egy évtizede hordozzuk magunkat. És ő az az ember, aki a hatalmat nem akarja, hanem szolgálni akar, és ugyancsak azt arról is meggyőződtem, hogy ő az az ember, aki ha kell, akkor képes arra is, hogy változtasson, hogy módosítson, hogy irányt változtassunk, mert egy olyan helyzetben vagyunk most, egy olyan út előtt állunk, amely nincs kiárva még előttünk, de amelyet feltétlenül meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarországnak legyen jövője. Ezért arra kérem önöket, pécsi polgárokat, hogy az előválasztáson is támogassák Karácsony Gergelyt, és aztán majd a jövő évi választásokon is, hogy ő legyen Magyarország következő miniszterelnöke. Köszönöm szépen!